Zalaegerszegen ugye a lefújás után mindenki nagyon csalódott volt, ami nyilván érthető. Azóta ezen túltettitek magatokat, és buzog bennetek a bizonyítási vágy a következő mérkőzésre? Hát természetesen ugye nincs más választásunk, mert pénteken már ugye meccset játszunk. Azért visszanéztük, nagyon sok, azt hiszem 25 beadásunk volt. Az szerintem egy óriási szám a mai modern fociba. Hát tényleg ki kell használni a helyzeteinket, mert én azt érzem, eddig a bajnokságban 6 pontot bent hagytunk. A 3x-ünk azt gondolom, hogy győzelmet kellett volna szereznünk, de látjuk, hogy mit kell javítanunk, és remélem, hogy már pénteken ezeket a hibáinkat, ezeket felülírjuk, és 3 pontot szerzünk. That's the most disappointing thing about the whole this. Emiatt vagyunk leginkább csalódottak a 3 eddigi döntetlen kapcsán, hiszen mind 3 mérkőzésen vezettünk, és az ellenfél végül ki tudott egyenlíteni. Nekünk játékosoknak még jobban kell koncentrálnunk a meccseken. Úgy kell pályára lépnünk minden egyes találkozón, hogy nem dőlhetünk hátra egy vagy akár 2 gólos vezetésnél sem. Végig nekünk kell dominálnunk az adott mérkőzésen, csak így szerezhetjük meg a 3 pontot. Many times it's up to us strikers up front to. Sok esetben rajtunk, támadókon múlik, hogy le tudjuk-e zárni az adott mérkőzést, hiszen elsősorban nekünk kell gólokat szereznünk. Sok lehetőséget alakítottunk ki Zalaegerszegen is, főleg az első fél időben, mégsem tudtunk betalálni sokáig. A helyzet kihasználáson mindenképp javítanunk kell, hiszen sokkal több lehetőségünk volt a gólszerzés a múlt héten, mint a Zetének. Mégis ki tudtak egyenlíteni a végén a hazaiak. Jobban kell fókuszálnunk az ellenfél kapuja előtt, és egészen a lefújásig ki kell tartani a koncentrációnak. Ezekre mindenképp oda kell figyelnünk a jövőben. Small details we need to be more focused on. Nem fejezzük be az akciókat mindig. Nekem is voltak helyzeteim most, a gólt kellett volna szereznem, és a végén pedig oda kell figyelni, egy ilyen meccset le kell hozni egy nullra, hogyha tudunk egy büntetővel gólt szerezni, és nem szabad gólt kapni az utolsó utáni percekbe. De hát tényleg ez erről a csapat tehet, egy csapat vagyunk, és hát ezen leszünk, hogy ezt kijavítsuk, hogy ne kapjunk gólt az utolsó percekben. Lezártuk az eteleni mérkőzés, most már a Kisvárdára fókuszálunk. Ez is úgymond nagyon nehéz meccs lesz, mert tényleg ők is harcolnak minden pontért. Nincs könnyű meccs az NB1-be, de hát állunk elébe. Ugye a Kisvárda most jelenleg az utolsó pozíciót foglalja el a tabellán, de gondolom ennek semmi jelentősége. Semmi, ebben a 12 csapatos bajnokságban szerintem semmi jelentősége. És láttam az elmúlt 2 meccsüket is, nagyon masszív csapat lett, mióta Mátyus János átvette. Azt gondolom, úgyhogy nehéz dolgunk lesz. There's no easy games in this league. Ebben a bajnokságban nincs olyan, hogy könnyű mérkőzés. Korábban nem ezt szoktam meg Svédországban. Ha itt az NB1-ben úgy látszik, hogy oké, most egy verhető ellenfél következik, az sem jelenti azt, hogy sima győzelem vár ránk, hiszen minden egyes csapat rendkívül veszélyes. A játékstílusok nyilván nagyban különböznek egymástól. Akadnak csapatok, amelyek a labdatartásra alapoznak, akadnak olyanok, amelyek inkább a védekezésre. Minden találkozó más és más, de egytől egyig mindenki kőkemény ellenfél. Nehéz meccs vár ránk pénteken, de nagyon remélem, hogy végre győzni tudunk hazai pályán. Nagy szüksége van erre a csapatnak. Én azt gondolom, hogy nagyon jó öltöző lett erre az idényre, és szerintem a meccs képei is mutatják, hogy azért tényleg a meccseken dominálunk, és élvezhető a játék belülről is. Úgyhogy szerintem nagyon sokat fejlődtünk a tavalyi évhez képest, de hát ugye felnőtt futballban pontok számítanak, úgyhogy a pontokat is el kell kezdenünk gyűjteni. Én is ezt érzem, és nincsenek széthúzások a csapaton mellül, hanem egységes az egész csapat. Nagyon jó a hangulat. We have a group, really good group. Nagyon egységes csapatunk van idén. Mindenki örül, hogy itt lehet. Azok a játékosok, akik nem tudnak pályára lépni a kezdőben hétről hétre, nem elégedetlenkednek, hanem teszik a dolgukat az edzéseken, nincs széthúzás. Tehát a csapat szellemre idén egyáltalán nem lehet panasz. Most az a dolgunk, hogy ez pontokban is megmutatkozzon. A 3 döntetlen lehetett volna 3 győzelem is, de nem sajnáltathatjuk magunkat, dolgoznunk kell a sikerért, ilyen a futball. As we can see, almost everybody is. Ahogy láthatjuk, majdnem mindenki már az öltözőben van. Te hogy kint maradtál a pályán? Külön edzést végzel? I feel like these small details. Vannak a játéknak részletei, amelyekben fejlődnöm kell. Most a lövéseket gyakoroltam edzés után külön. Ez számít egyébként az egyik legfőbb erőségemnek a pályán. De ha jó vagy valamiben, azt is gyakorolni kell, hogy még jobb legyél. Nem csak én vagyok itt, többen itt maradtunk. Ha csak 5-10 perccel maradsz tovább minden edzés után, az a szezon végére összeadódik, és több órányi plusz munkáról beszélhetünk, aminek biztos, hogy meg lesz a gyümölcse. Szeretek kint maradni a pályán az edzések után. So it's fun to stay. So after this. Akkor a plusz munkának köszönhetően számíthatunk újabb Levi gólra pénteken? I need to, because now it was
Now it was long time. Jó lenne. Nagyon rég találtam már be. Az átlövések mellett a 16-oson belül is veszélyesebbnek kell lennem. Legutóbb Zalaegerszegen is azt éreztem, hogy több lehetőségem volt a kapu előtt, de nem sikerült betalálni. Nem lehet mindig csak szép, látványos gólokat szerezni. Eredményesnek kell lennem minden helyzetből. Remélem a jövőben ez így is lesz.